Itt épp a busz megállókat fertőtlenítik a viharmadarak. Tevékenységi körüknek csak egy apró részlete ez a feladat most, a koronavírus járvány idején, amit heti szinten végeznek Dombováron. 2020 márciusa óta végzi egyesületünk Dombovár közterületein található buszmegállók fertőtlenítését, Dombovár város önkormányzata felkéréséből. Első alkalommal vizes oldatú hipós folyadékot juttattunk ki, azt követően pedig az Allsept Foam nevű anyaggal fertőtlenítjük a buszmegállókat. Az Allsept Foam felülettisztítószernek hármas hatása van, fungicid, baktericid és viruicid hatással működik. A sort még lehetne folytatni. Az Egyesület ugyanis számos olyan programban vesz részt, amely a gyermekeket célozza meg. Egyesületünk feladata, illetve tevékenysége napjainkra elég sokrétűvé nőtte ki magát. 2014 óta végzünk Dombovár város területén téli időszakban, krízis időszakban utcai szolgálatot, ahol a közterületen tartózkodó hajléktalan személyeket keressük föl, illetve meleg teát, pokrócot, hideg élelmiszert nyújtunk át számukra, valamint már 2010 óta végzünk iskolákban prevenciós felkészítő munkát, főként a katasztrófák elkerülése a figyelemfelhívásunk célja. Minden évben szervezzük Dombovár város rendőrkapitányságával közösen az egyesületi napunkat, ahol ugye különböző katasztrófa elhárításban működő társszervek, mint a katasztrófa védelem, országos mentőszolgálat, rendőrség munkáját ismerhetik meg a fiatalok, illetve mi egy füstsátorral vagyunk minden rendezvényen jelen, illetve városi rendezvényeken is, gyereknapokon is, ahol a résztvevő gyerekek egy füstelterített helyiségben próbálhatják ki bátorságukat, természetesen védőfelszerelésben. Továbbá egyesületünk minden évben a dombovári Caritas táborban szervez izgalmas programokat a gyerekeknek, illetve a múzeumok éjszakáján 6. éve veszünk részt lent a Vasút történeti bunkerban, ahol az érdeklődőknek kisebb előadásokat, tárlatvezetéseket is tartunk. Továbbá minden évben meglátogatjuk a dombovári kórház gyermekosztályán fekvő kis betegeket, ahol gyümölcsöt, édességet, illetve mesekönyveket szoktunk nekik adni. Futó Péter elnök helyettes az egyesület megalakulásáról beszélt. Kiderült, milyen jelkép tulajdonképpen a nevükben szereplő viharmadár. A Viharmadár önkéntes mentőegyesületet 2009 telén alakítottuk 11 lelkes barátommal, akik munkavédelem, tűzvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem, illetve vasútvédelem terén gyakorlatot szerzett és tapasztalt szakemberek. Az egyesület azzal a céllal alakítottuk meg, hogy katasztrófa helyzetben, illetve tűzeset esetén segítséget tudjunk nyújtani a helyi szerveknek. Ugye a Viharmadár, a Barrakuda többféle válfaja létezik. Azt tulajdonítják neki, hogy előre jelzi a vihart. Aztán van a mitológiai szerint is egy tulajdonsága, vagy egy hite ennek a madárnak, hogy a viharral, illetve villámokkal, mennydörgéssel védte meg az embereket, illetve van egy az indián történelemben is egy utalnak neki tulajdonságot, annyit, hogy az Andok hegységben, illetve Sziklás hegységben megérte az évezredeket, tehát egy nagy túlélő. Talán mind a háromnak az összegyúrásából lett ez a név, hogy Viharmadár önkéntes mentőegyesület. A jelenleg 13 főt számláló tagság tavaly elnyerte az év civil szervezete díjat Dombováron, az eddigi 10 éves munkának köszönhetően.